Szeretettel köszöntöm a társalgó nézőit. Mai adásunkban a táncé lesz a főszerep. Felidézzük a Maros Tánc Együttes hagyományos tavaszi gála műsorát, amely a járványügyi korlátozások feloldásának köszönhetően idén ismét megrendezésre került. A fellépő csoportok változatos produkciókkal örvendeztették meg a nézőket a közelmúltban a Hagymaházban. A nagyszabású előadás egyben a Makkói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tagozatának első félévi vizsgaműsora is volt. Az este folyamán a talpalávalóról a Maros zenekar gondoskodott. Én ezekkel várom Önöket, hamarosan kezdünk, azonban megszokhatták, hogy itt a műsorunk elején velünk játszhatnak. Egy héttel ezelőtt azt kértem Önöktől, hogy írják meg nekünk, hogy kinek a történetéből készült az 56-os rockopera, amelyet Koltai Gábor rendezett. A helyes válasz Tóth Ilona volt. Gratulálunk a nyerteseknek, akik már a képernyő alján láthatták neveiket. Most pedig arra lennék kíváncsi, hogy milyen húsvéti szokásokat ismernek. A helyes válaszokat várom a 0630 447 1464-es telefonszámra, de Facebookunk felkeresésével privát üzenetben is megválaszolhatják mindezt. Én ezekkel várom Önöket, már is kezdünk! Az enyémet! Találkoztunk így utoljára, aztán véletlenül sikerült egy 40 éves jubileumot megünnepelnünk, de hát azóta is mindig attól féltünk, hogy talán ez a fránya vírus nem enged bennünket bemutatkozni,
de most már nem félünk, én azt gondolom, hanem arra készültünk itt az elmúlt fél évben, hogy mégiscsak be tudjunk önöknek mutatkozni. Teljesség igénye nélkül szigetközi, magyarbődi, szilátsági, sóvidéki, sárközi, illetve nyírségi táncokat is láthatott a közönség a jeles eseményen, mely keretében több jubiláló tagot is köszöntöttek. Az egyikőjük Sebő Sára volt, aki immáron 15 éve űzi szívvel és lélekkel ezt a tevékenységet. Igazából azért kezdtem el táncolni, mert a bátyám is táncolt, és 5 éves koromban sokat jártam ugye a fellépéseire, és tetszettek a ruhák, szépek voltak a lányok, meg a szoknyák megtetszettek, és akkor beszéltem anyukámmal, hogy írasson be engem is, és akkor mondtam Marika néni, hogy hát 5 évesen még viszonylag ritkán szokták elkezdeni a néptáncot, de igazából elkezdhetem, hogyha szeretném, és akkor így kerültem ide. Thank you.
tánc együttes szintén kiemelt helyet kap 15 éve Fehér Rebeka életében is, aki elárulta nekünk, hogy nagyon sokat köszönhet a csapat művészeti vezetőjüknek, Tutné Döme Máriának. Eléggé hozzánőttünk meg, hogyha bármi apró bajunk van, akkor is hozzá tudunk fordulni mindig, úgyhogy nagyon hálásak lehetünk neki, hogy itt van, meg támogat minket. Következő generáció kinevelésében nagy szerep jut Tutné Döme Mária utódjának, a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néptánctanárának, Csókási Imrének, aki megosztotta velünk, hogy miben látja egy-egy ilyen fellépés jelentőségét. Az a próbatermi munka az önmagában kevés ahhoz, hogy azt a gyerek élvezze. Tehát nem véletlenül van ilyen jellegű lehetőség, amely során beöltözve élő zenével tudják megmutatni azt, hogy milyen szintre tudtak eljutni, akár egy fél év, vagy egy tanév során.
kemény, ez is puha. Hogy a látsz? 100 forint. Add a láb. Nem adom. Megbánod? Nem. Hogy a látsz? 100 forint. Add a láb. Nem adom. Megbánod? Nem. Megszívesen, az utánpótlás csoportok közé tartozik a Gyöngyvirág névre keresztelt formáció is, melynek egyik lelkes tagja Binec Márton. Nekem részben egy feszültséglevezetés, tehát ki tudom táncolni magamból az egész hét fárdalmait, és olyan jó azon az egy héten az a két nap, amikor önfeledten táncolhatok, meg szeretem is. Tehát igazából a népzene is engem annyira megragad, ez az én világom. Mondanád nekünk, hogy mi mindent láthatunk rajtad? Egy fekete nadrág, egy Boeing, egy fekete jacky és egy kalap. A mostani táncunkhoz a felszereltség, tehát a ruha. Viszont vannak bőgatyák, meg ilyenek. Milyen cipőd van? Hát csizma, és eléggé jól kopog. Alapító tagja vagyok a Maros Tánc Együttesnek, ennek az öreg csoportjának. Hát élményekből az hatalmas, rengeteg élmény volt, tehát ilyen is, olyan is. A közös nyaralásoktól kezdve a föllépések, meg a föllépések utáni buliknak, meg az előtte való stresszeknek, tehát itt mindenféle dolog összejött egy rakás, úgyhogy. De hát imádtam csinálni, csak sajnos az élet ezt hozta, hogy most egyelőre abba kell, hogy hagyjam. Thank you.
fért mai társalgunkba, azonban itt a végén újra elmondanám játékkérdésünket. Milyen húsvéti szokásokat ismernek? A helyes válaszokat várjuk a 0630 447 14 64-es telefonszámra, de Facebookunk felkeresésével privát üzenetben is megválaszolhatják mindezt. Én ezzel búcsúzom önöktől, de ne feledjék, jövő héten csütörtökön ugyanebben az időpontban újabb társalgóval jelentkezünk. Addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!